Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit átadó ünnepségünkön, ami a vidékfejlesztési program keretein belül a Tiszatér Líder Egyesület működési területén meghirdetett pályázatból valósult meg, ami a szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakításáról szól. Ez Tiszavasváriban, konkrétan egy kutyafuttatóban valósult meg. Ezt a területet fogjuk a mai napon átadni a tisztelt tiszavasváriaknak, a tiszavasváriba látogatóknak. És ezt azért fontos megjegyezni, hogy a tiszavasváriba látogatóknak, hiszen közel vagyunk az üdülőközponthoz, az üdülőhöz, közel vagyunk a strandfürdőhöz, az ifjúsági táborhoz, és bizony nem csak tiszavasváriak járnak hozzánk, hanem nagyon sokan máshonnan is, a kedvencekkel, a kutyákkal, és eddig nem volt lehetőségük, hogy ilyen területen kikapcsolódjanak, szórakozzanak, közösséget építsenek. Ezen túl erre is lehetőség lesz. És fontos megjegyezni azt is, hogy tiszavasvári járásban jelen pillanatban ez az egyetlen hivatalosan megépített, a szabványoknak megfelelő kutyafuttató, ahol a kutyatulajdonosok ebeiket elhozhatják, és itt tölthetnek velük néhány órát, percet. Én azt gondolom, hogy az Európai Unió szabványoknak és minden szabványnak megfelelő és a 21. századnak megfelelő kutyafuttató került kiépítésre, és engedjék meg, hogy itt külön köszöntsem Bódor János kivitelezőt, aki ennek részese volt, úgyhogy köszönöm neki és csapatának is a munkáját, és számítok rá majd a szalagátvágásban is. A projekt keretében egy körbekerített kutyafuttató került kialakításra, 4 napelemes kandelláber, hogyha sötétedni fog, ugye akkor tudjanak itt lenni az app tulajdonosok. 4 kamerából álló rendszer is kiépítésre került, és bízom benne, hogy nem lesz rá szükség, és bízom abban, hogy az ide látogatók azok rendeltetésszerűen fogják majd használni, és nem keverednek ide olyanok, akik a károkozást helyezik előtérbe. Így a kamerarendszer megépült, működni fog, és bízunk benne, hogy nagy szükség viszont nem lesz rá. A járás területéről már beszéltem, hogy igazán nincs hozzáfogható kutyafuttató, úgyhogy én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy Tiszavasváron, mint járásközpont egy ilyen projektet megvalósított. A projekt finanszírozása is kell beszélnünk, hiszen a táblácskán látszik ugyan, hogy 9 millió forintnyi támogatás az, amit a Líder pályázatból kaptunk, de bizony az önkormányzat itt volt lehetőség arra, hogy saját erőt tegyen hozzá, és szükség is volt rá, hiszen a pályázatot 75%-ban támogatták. Itt az önkormányzat több mint 3 millió forinttal támogatta ezt a projektet, és 12 milliótól egy picit többe került ez a beruházás, de azt gondolom, hogy hasznos lesz, hiszen a közösség építése a felelős állattartóknak a lehetőségeiknek a bővítése, én azt gondolom, hogy rendkívül fontos. Járásközpont vagyunk, egy nagy település, sok felelős állattartó van, zárójelben jegyezzük meg, hogy sok felelőtlen is, de azt hiszem, hogy a felelős állattartók azok majd példát tudnak mutatni azoknak, akik nem így gondolkodnak, vagy nem így élnek. A kutyafutató használata ingyenes lesz, tehát az átadó után a kapu kinyitásra kerül, bárki bármikor, a nap bármely szakában használhatja, természetesen rendeltetésszerűen. A kutyafuttatóban telepítésre került 8 darab játék, kutyafuttató cső, gyűrű, szlalom, libikóka, alacsony palló, asztal, lyukasfal és bizonyos akadályok. Ezek pedig, mint ahogy mondtam, a mostani szabványnak teljes egészében megfelelnek. Én nagyon szépen köszönöm egyébként a Fidela Gazdi és Kutyaképző Központnak a jelenlétét. Ők fognak majd egy bemutatót tartani itt a szalagátvágás után. Velük a kapcsolatunk a tavalyi évre nyúlik vissza. Vezetőjük Leitnerné Cseke Krisztin, Alexandra, és hát van egy hazánk fia is, Tóth Viktor, és neki is köszönöm, hogy a kapcsolatra létrejött, és a bemutatót is megcsodálhatjuk, meg hát Tiszavasváriban van lehetőség arra, hogy az app tulajdonosok és a kutyák is különböző tanfolyamokon, képzéseken vegyenek részt, és hát segítséget is kaptam Alexandráéktól, néhány jó ötlettel segítettek bennünket, hogy hogyan is legyen ez a kutyafuttató kialakítva. Úgyhogy meleg van, nem is húzom tovább az időt. Én azt gondolom, hogy örüljünk annak, hogy Tiszavasvári ismét épült és szépült, hiszen egy kicsit visszamegyünk az időbe, és két mondatot engedjetek még, megengedjenek még meg. Ha 5 évvel ezelőtt idejött volna valaki,
akkor itt egy lepusztult épületet, gazt, szemetet és minden mást talál. Most a körben nézünk, 86 férőjes parkolónk van, műfős pályánk van, van egy épületünk, ami kiszolgál bárkit bármikor, és most már van egy kutyafuttatónk is. Én hiszem azt, hogy a közösségépítéshez erre szükség volt, és bízom abban, hogy ez a terület ez tovább fog bővülni, és további lehetőségek nyílnak meg. Tervek voltak Bringa pályára, itt lenne a tanúszoda mellettünk, úgyhogy hiszem azt, hogy egyszer majd ezek is megvalósulnak, és hát most eljöttünk ugye 5 évvel vissza, itt vagyunk 2024-ben, és büszkék lehetünk arra, hogy ilyen létesítményekkel fejlődött a város. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm mindenkinek a segítségét, köszönöm a támogatók segítségét, és hát akkor adjuk is át ezt a létesítményt, majd azt követően nézzük meg a bemutatót. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. És akkor felkérném Bódor Jánost, és felkérném Cseke Alexandrát, hogy közösen vágjuk át a szalagot. Beszélgetések során többször került szóba az, hogy kutyafuttató Tiszavasváriban, és aki nem tudja, hogy el se tudta képzelni. Na most itt vagyunk, megtörtént az átadása, és tényleg már, ahogy lehet látni, birtokba is vették a kutyatulajdonosok, megpróbálják az ebeiket rávenni arra, hogy a kihelyezett eszközöket használják. Polgármester úr, egyáltalán ez az egész ötlet honnan jött? És mi a célja? Az ötlet az onnan jött, hogy ha visszamegyünk az időben, akkor 5 évvel ezelőtt ezen a területen gyakorlatilag egy senki földje volt, itt volt a közmunkásoknak a telephelye, a Vágóhíd úti épületben, szemetes volt, koszos volt, csúnyán nézett ki, a terület rendezetlen volt, és hát egy pályázatnak köszönhetően sikerült ezt a területet újjá varázsolni, kiépült egy 86 férőhelyes parkoló, egy gazdasági épület, egy műfőves focipálya, és hát úgy képzeltük el, hogy itt közösségi térnek van helye ezen a területen. Sokáig nézegettük a pályázati lehetőségeket, az önkormányzat szűkös keretei azonban nem tették lehetővé azt, hogy saját erős pályázatokban gondolkodjunk, és 0%-os, tehát mondjuk 0%-on erős, 100% támogatottságú, pedig olyan jellegű, ami ide passzolt volna, nem volt. Kondiparkokra minden másra volt lehetőség, erre nem. Jött az ötlet, hogy nagyon sok kutyatulajdonos van Tiszavasváriban, és akkor ők is felvetették azt, mert ugye ők előszeretettel hordják a csónakázótóhoz sétálni a kutyáikat, hogy mi lenne, hogyha a városban épülne egy kutyafuttató. Megjelent 2023-ban egy líderes pályázat, egy vidékfejlesztési program keretein belül kijött pályázat, és a Líder Tiszatér Egyesületen keresztül az önkormányzat pályázat. Most ez a pályázat sem volt egyszerű, hiszen 75% volt csak a támogatottság, de hála jó Istennek, amit én mondok évek óta, hogy a közös gondolkodás eredményeként, a jó kapcsolatoknak köszönhetően az önkormányzat gazdasági kondíciói sokkal jobbak lettek 2023-ban, és bemertük vállalni azt, hogy 9 milliós támogatásra pályázunk, 3 milliót meg egy kicsit hozzátesz az önkormányzat, és gyakorlatilag 12 millió forintból megépülhet ez a kutyafuttató az ebb tulajdonosok örömére. Hogy a beszélgetésünk során többször megemlítése került, hogy kutyafuttató, aztán kondipark, focipálya. Azok, akik nem tudják, hogy ez az egész pályázat lebonyolítás hogyan történik, mindig felteszik a kérdést, miért erre kell költeni, miért nem inkább járdára, meg útra. Na akkor most felolvasom, és akkor talán érteni fogják, akik eddig úgy nincsenek képben a történésekkel. A pályázatok nagyságrendileg többségében, így mondom, célzottan kerülnek kiírásra. Amit ide szántak, ami a Tiszavasvári kutyafutatóval kapcsolatos, az egészen pontosan úgy szól, hogy szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása,
kialakítása, fejlesztése. Parkjaink vannak, kondi parkjaink vannak, közösségi tereink vannak, igazán újabbra nem biztos, hogy már szükség lett volna. Játszóteret nem nagyon tudtunk volna ebből a kicsike kis összegből megvalósítani, és hiszen egy játszótér beruházása sokkal-sokkal többbe kerül, így amellett döntöttünk, hogy közösségi tér, a közösség erősítés és szabadidő hasznos eltöltése a hogy is mondjam, felelősség teljes app tartóknak a kiszolgálása is. És itt az előbb azt mondtam, hogy Tiszavasvári. Ne csak Tiszavasváriban gondolkodjunk, van egy üdülőterületünk, nagyon sok szlovák, nagyon sok hazánk fia, aki máshonnan érkezik, és más külföldi is jön, hozza a kedvenceit, akár az ifjúsági táborba, akár az üdülőre, és szeretné, hogyha a kutyáját meg tudná sétáltatni. Eddig vitték a tóhoz, vagy valahol máshová, most itt is lesz lehetőség. És itt jegyzem meg, hogy a cél azért is volt, hogy itt legyen kutyafuttató, hiszen járásközpont vagyunk, és örömmel jelenthetem, hogy a Tiszavasvári járásban, Tiszavasvári város az egyetlen egy település, ahol hivatalosan az EU szabványoknak, a 21. századnak megfelelő kutyafuttató épülhetett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos előrelépés, szükség volt rá, nem valami más helyet valósítottuk meg, hanem célzottan ilyen lehetőségünk volt. Én azt gondolom, az ingyen pénzt, vagy a majdnem ingyen pénzt, az felelőtlenség fel nem használni, úgyhogy mi éltünk a lehetőséggel, megkaptuk a támogatást az EU-tól, a Tiszatér lídertől megfeleltünk mindennek, és hát az idejéig tavaszán elkezdődött a kivitelezés, és néhány hónap alatt elkészült. Vagyis, hogyha nem erre költitek a pénzt, akkor nincs semmi. Gyakorlatilag nem is tudtuk volna másra költeni, nem is tudtunk volna másra pályázni, gyakorlatilag akkor ez a terület itt nem valósul, ez a kifuttató, ez nem valósul meg. Ahogy nézem a felszerelést, és elmondtad te is a köszöntődben, látszik, hogy ez nem olyan, hogy levelve 4-5 karó, meg ilyen összetákolt lipityóka, hanem úgy gondolom, hogy EU szabványnak megfelelnek. Teljes mértékben megfelel az EU szabványnak, szigorú tervezésen ment át, szigorú ellenőrzésen, műszaki átadás átvételen, és mint mondtam, minden elvárásnak megfelel, tehát nem csak akármilyen eszközök kerültek beszerzésre, hanem csak olyanok, amik tanúsítványokkal rendelkeznek, és mindennek megfelelnek. Én is szeretnék köszönetet mondani a kivitelezőnek, aki Bódor János volt, és Bódor János munkatársai nagyszerű munkát végeztek minden nehézség ellenére, hiszen a területet fel kellett tölteni, területet kellett egyengetni. A főesítés sajnos ez nem járt teljes sikerrel, de hát ismerjük, hogy milyen időjárás van, aszály van. Már hújdogál a fű kifelé, hát idő kell majd neki, de ennek ellenére a beruházás 100%-ban elkészült, és szeretnék köszönetet mondani Leitnerné Cseke Alexandrának is, a Fidela Gazdi és Kutyaképző Központ vezetőjének, akivel a tavalyi évben felvettük a kapcsolatot, és vele már közös képzéseket, tanfolyamokat tartott és tartottak ők a felelős app tartóknak, kutyatulajdonosoknak, és néhány hasznos tanáccsal szolgált ő is nekünk a kutyafuttató megvalósításában. Most pedig itt voltak és tartottak egy színvonalas bemutatót, úgyhogy őket is szeretettel üdvözöljük Tiszavasváriban, és szeretettel várjuk az elkövetkezendő időszakban is. Még egy mondat, többször hallottuk tőled, hogy felelős app tartás. Mit jelent ez? A felelős app tartás azt jelenteni, hogy azok az ebek, amik bizonyos személyeknél vannak, ingatlan tulajdonosoknál, azok állatorvosnál kezelve vannak, regisztrálva vannak, csipelve vannak, megfelelően gondoskodnak róluk, etetik, itatják, közterületekre úgy viszik ki, ahogy ki kell vinni az olyan ebeket szájkosárba, a kisebbeket pórázon, és nem szabadon. És hát ma itt is elmondtam, hogy remélem, hogy a kamerákra nem lesz szükség, mert azért itt világítás és kamerarendszer is kiépítésre került a biztonság érdekében, de remélem, hogy az app tulajdonosok azért az elpotyogtatott, hogy is mondjam, végtermékeket is össze fogják majd szedni, mert van lehetőség arra, hogyha ő ezt zacskóban felszedi, itt a kukában el tudja helyezni, és a közfoglalkoztatási programban résztvevők pedig el fogják tudni szállítani, vagy majd fogják tudni kezelni a megfelelő módon, tehát minden lehetőség adott a felelős kutyatartóknak. Hát a felelőtlen kutyatartókról már nagyon, vagy app tartókról már nagyon sokat beszéltünk, biztos fog még más is majd nagyon sokat beszélni, de én azt gondolom, hogy ha jó példával járunk elől, jó példával járnak elől a felelősebb tartók, és talán maguk közösségében be tudják vonzani a kissé felelőtlenneket, és meg tudnak győzni 3-at, 4-et, 5-öt, 10-et, aki felelős állattartóvá válik, akkor már tettünk valamit a közösségért. Ha ez nem történik meg, akkor is azt gondolom, hogy akik ide jönnek, azok egy közös gondolat mentén, egy közös hobbi
fizikai kikapcsolódás mentén le tudnak ülni, tudnak beszélgetni, a kis állataikkal el tudják az időt hasznosan tölteni, és egy nagyon jó kis közösségi téren jól tudják magukat érezni, természetesen, ha akarják. Mikor megérkeztünk, megláttam Bellát, ezt a gyönyörű szép kutyust, és onnan gondoltam, akkor Alexandra gazdája se lehet túlságosan messze, és nem is tévedtem, hiszen itt vagytok csapatostól. Minek köszönhető? Tiszavasváriban vagyunk, egy zárt kutyafuttató nyílt most meg, és annak a megnyitójára érkeztünk. Szerintem nagyon szuper lett a kutyafuttató, tök jó játékok vannak benne, ami ugye kifejezetten kutyáknak van ugye megépítve, és ezeket lehet használni. Hát bízom benne, hogy egy idővel azért több fű is lesz, most egy picit sáros volt még. Ami így eszembe jutott, így a futtató kapcsán, hogy árnyék az szerintem majd kell, de szerintem nagyon jó lesz itt a tiszavasváriaknak. Bízom benne, hogy így a sulival is tudjuk egy picit népszerűsíteni a felelős állattartást és a kutyákkal való tanítás foglalkozást, és akár egy-egy csoportos órán, hogyha eljövünk, akkor mivel nem tartjuk messze ugye az órákat, át fogunk tudni jönni, és ki fogjuk tudni próbálni a csoportos képzésen is ezeket a játékokat. Igen, mert aki folyamatosan nézi műsorainkat, láthatta, hogy egyszer már voltatok a Gólyai ifjúsági táborban, ott találkoztunk, aztán a Kavaiban tartottatok bemutatót, és most itt vagytok. De ti kutyások, jártok, keltek, látjátok a történéseket. Mennyire jellemző az, hogy városokban, nagyobb, kisebb városokban kutyafuttató van? Kisebb városokban nem nagyon tapasztalom egyébként. Nyilván megyeszékhelyen igen, ott akár több is, viszont ott is általában az a bevett szokás, hogy egy ilyen zöld területet körbekerítünk, kiteszünk egy kukát, egy padot, és akkor igazából ennyi. Úgyhogy ez szerintem annál sokkal jobban felszerelt. Nem mondom azt, hogy feltétlenül több kellene, mert sokszor az emberek nagyon felelőtlenül tudják ezeket a kutyafuttatókat használni, vagy nem úgy használják, ahogy egyébként kellene. De értelemszerűen az amúgy több kellene. Kisvárosokban én úgy gondolom, hogy nagyon még az a fajta felelős állattartás sincs meg, hogy kimenjünk az udvarról és sétáltassuk a kutyákat, mert hogy nagy udvaron van és tök jó ott neki, ugyanúgy falvakba. Hát nyilván ezen kell változtatunk, mert a kutya már nem csak egy házőrző, meg egy munkaeszköz, hanem a családtagunk. A gyerekünk, az unokánk, a nem tudom, barátunk. Gyönyörű szép, és sugárzik az értelem a szeméből. Hogyha például eljöttök egy ilyen helyre, ahol vannak különféle eszközök, a kutyus megismeri és tudja, hogy mire való, mert gondolom volt már ilyen helyen. Volt egyébként, viszont a kutyákról tudni kell, hogy ők nagyon jó megfigyelők, adott helyhez kötnek bizonyos dolgokat, és ahhoz, hogy ezeket a dolgokat le tudják általánosítani, tehát máshol is ugyanazokat felismerik, nagyon sokféle helyen kell találkozni ugyanazzal a szituációval. Ilyen jellegű akadálypálya Miskolcon van fent az Avason, viszont nagyon ritkán járunk oda, tehát szerintem a kutyám is vagy kétszer, ha volt. Ezeket az akadályokat egyébként ez neki szerintem így most itt, ezen a helyen teljesen új volt, ehhez képest jutalomfalattal nagyon szépen végigment mindenhol. A hintán kicsit meglepődött. Barancsórod vezés szóra? Segítettem neki, falatot húztam az orrát, és akkor szépen ment, a hoppokat tudja, hogy át kell bizonyos dolgokat ugrani, felment ugye a pallón, és mondom, a hinta az meglepte, hogy átbillent a másik oldalra, arra nem számított, ott kicsit megijedt, de újra próbáltuk, és utána már sokkal szebben végig tudott menni rajta. Szakmai jellegű kérdés, mennyi idő kell, hogy egy kutyus mindezt tudja, hogy például azt mondják, hogy hopp, és tudja, hogy mi a dolga? Vagy folyamatosan? Ez igazából szerintem kutyagazdi páros függő, és hogy mennyit gyakorolnak, mert lehet, hogy egy kutyának kell 5 év hozzá, mert a gazdája havonta egyszer gyakorol vele, meg van olyan, aki 3 hónap alatt ezeket meg tudja tanítani, mert napi szinten gyakorol vele. Szóval ez inkább a gyakorlás. Tehát fajtája, hogy most német juhász, vagy csivava, vagy milyen? Abszolút, igen, fajta függő is, mert ugye minden kutyának a genetikai készletében benne van az együttműködésre való hajlam, és vannak olyan önálló kutyák, akik nem annyira szeretnek a gazdákkal együttműködni, meg vannak azért azok a fajták, akik meg inkább a gazdájukkal szeretnek dolgozni. Viszont nem mondom azt, hogy nincs olyan kutya, amelyiket nem lehet egyáltalán megtanítani. A kellő munka, kellő kitartó munka bármelyik fajtával. Elmondhatom ezt, hogy végszó volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek ismét ide Tiszavasváriba, és gondolom, hogy nem utoljára találkoztunk. Nagyon bízom benne, köszönjük szépen a lehetőséget.